Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, és most egy olyan üzenetet hoztam, egy olyan üzenet van a szívemben, hogy az új kígyósi testvérek nyugodtan hátra is dőlhetnek akár, ahogy Niki is mondtam, mert ott már sokat beszéltem erről, de egyszerűen ez volt a szívemben, biztos, hogy van ennek oka, biztos vannak itt olyan személyek, akikhez ez szólni fog. A talentumos sztorit ismeritek a Bibliából, tudjátok, van egy gazdag ember, és elutazik, és talentumokat hagy a szolgáira. És nem fogom felolvasni az egész történetet, de ezt szeretném egy kicsit személyesebben közelebb hozni hozzátok, hogy hát ha valakit úgy szíven üt, mert engem már sokszor szíven ütött ezzel Isten. A lényeg az, hogy ugye elmegy ez a gazdag ember, és az egyik szolgára egy talentumot hagy itt, a másikra kettőt, a harmadikra ötöt, és ugye az a cél vele, hogy minden vagyonát a gondjaikra bízza, hogy nyilván gondoskodjanak a vagyonáról. Na most, az én Bibliámban, itt a lábjegyzetben van olyan, hogy egy talentum az kb. 35 kg arany vagy ezüst. Tehát nem tudom, hogy nektek milyen Bibliátok van, de én nagyon örültem ennek, mert ez nagyon sokat mondott, és most a nagyon okos telefont hívunk segítségül, ugyanis reggel én friss árfolyamokkal készültem nektek, szóval újra számoltam, nekem nagyon érdekes. Tehát ugye azt olvassuk, hogy az egyik egy talentumot kapott, ami azt jelenti, hogy 35 kg arany vagy ezüst. Tehát én az egyszerű ember vagyok, az egyszerűség kedvéért ezüsttel számoltam. Tehát az egy talentumos ember 35 kg ezüstje 3500 g, ami 9 millió 100 ezer forint. Ő kapott a legkevesebbet. A nagyságrend miatt mondom, tehát nem azért, hogy hasra esetek, hanem hogy mégis miről van szó. A másik ugye kétszer annyit, 70 kg ezüst legyen, és 18 millió 200 ezer forint. Ma 260 forint körül van 1 gram ezüst, ha valakit érdekel. És aki 5-öt kapott, az pedig ugye 45 millió 500 ezer forint. Hát most mondom csak így a nagyságrendnek szerint, hogy ezért több mint 70 millió forintnak felel meg, és ezt így rábízta az emberekre, a szolgáira. Jól megbízhatod benne, nem? Tehát nem tudom, hogy kinek mennyi pénze van, de ha rá merod bízni valakire, egy befektetőre, akkor nagyon meg kell bízni, hogyha mondjuk ennyit rábíznál. És ő megbízott bennük, és azt mondta nekik, hogy figyeljetek, elutazok, ezt rátok bízom, csináltok a legjobb ellátásatok szerint. És ugye, hát tudjuk, hogy mi lett a sztori vége. Az egyik mondta, hogy hát kétszer annyi lett, befektettem, és akkor az már kétszereződött. 9, vagyis a 45 millióból lett egyből 9. Az nem, nagyon jó, 9 millió. A másik is mondta, hogy én is befektettem, én is kétszer annyit. Megdicsérte őt is. Most én arra szeretném kihegyezni a történetet, aki egyet kapott és elásta. Az én Bibliámban szintén van egy ilyen lábjegyzet erre is, hogy mit mondott neki. Mert ugye tudjuk jól, hogy azt mondta, tehát a Bibliában tudjuk, hogy mondta neki a szolga, hogy féltem tőled, ezért elástam a talentumot, tessék, itt van. Ekkor az ura azt mondta neki, te gonosz és haszontalan szolga. Na most ezt a szót, az eredetit jobban kifejti a lábjegyzet, ugyanis azt mondja, hogy te aggodalmaskodó, tétovázó, bátortalan, és határozatlan és hanyag. Tehát mi azt szoktuk hallani általában, hogy gonosz szolga. De ez az eredeti szó ennyi mindent jelenthet, hogy tétovázó, hogy félénk. És ezt azért mondom, mert ugye tudjuk jól, mindannyiunkra bízott Isten valamit. Neked is van tehetséged valamire, és ezt mindig el szoktam mondani, amikor Isten ilyen szívemre helyezi. Tehát kaptál tehetséget arra, hogy itt énekelj, kaptál tehetséget arra, hogy bizonyságot mondj a munkatársaidnak, vagy ahová Isten küld. Kaptál tehetséget, hogy rajzolj, gyűjtsd a rajzaid, és akkor legyen belőle egy kiállítás. Kaptál tehetséget, hogy nem tudom, hogy táncolj Isten dicsőségére, vagy vannak sportolók, ugye, akik tudjuk, hogy hívők, és úgy sportolnak, és érik el az eredményt, és mindig Istennek adják a dicsőséget. Szóval mindenki kapott valami tehetséget, de sokszor aggodalmaskodóak, tétovázóak, bátortalanok, határozatlanok, vagy hanyagok vagyunk. Az a dologgal, amit kaptunk. Nem tudom, hogy te tudod-e, hogy mi az, amivel Isten országát építheted. Lehet ez tényleg a sport. Tehát valami dolog, amit kedvelsz, amit szívesen csinálsz.
De például van ismerősöm, és nagyon szomorú vagyok ez miatt, mert tudom, hogy nem ő az egyetlen ilyen ember a világon. Kapott arra tehetséget, hogy dalokat írjon, és elő is adja. És mondtam neki, hogy figyelj, akkor csináld a dalokat. Most nem számít az, hogy most neked mindenképpen színpadon kell állni, vagy egy gyülekezet dicsőítő csapatában. Nem az a lényeg. Csináljad, csináljad, vedd fel videóra, és oszd meg az emberekkel. És tudjátok, vannak, akik azért nem csinálják, mert azt mondják, hogy amit ő is mondott nekem többször, hogy hát nem lesz tökéletes. Nem lesz az igazi. Hát hogy lenne az igazi? Hát először csinálod, nem? És azért is szeretném ezt így közelebb hozni, így a személyes példáimmal, ugyanis tudjátok, akik közel állnak hozzám, hogy én egy ilyen egyszerű kis parasztgyerek vagyok, és a mai napig én annak tartom magam egy egyszerű embernek, aki egyszerű módon hisz, aki egyszerű módon gondolkodik, és egyszerű iskolái vannak. Tehát nekem nincs még érettségim sem diplomám. De egyszer, mikor imádkoztam, Isten azt mondta nekem, hogy írjak egy könyvet. Értetted? Kicsit abnormális a dolog. Akik könyvet tudnak írni, azoknak legalább egy érettségük van valahonnan, nem? Egy kis tanyasi gyereknek azt mondja Isten, hogy írjál könyvet. És imádkoztam tovább, tudjátok, ez így megjelent a semmiből, mikor imádkoztam valami egész más dologért, és mentem tovább, mondtam az Úrnak a magamét, aztán megint így bevillant, a borítója, a címe, minden megjelent előttem. Hát megint megráztam a fejem, és próbáltam odafigyelni az Úrra, hogy ez biztos valami kísértés. És akkor próbáltam tovább imádkozni, a harmadszor is megjelent ez a dolog, hogy írjak egy könyvet, és ott volt előttem a borító, és ott volt a címre minden. És mondtam az Úrnak majd a harmadik tájéken, hogy hát Uram, hát én nem tudom, hogy kell könyvet írni, fogalmam nincs, de ha ez tényleg tőled van, ha ezt tényleg te akarod, akkor add nekem rá 30 napot. Fogalmam sem volt, hogy mire elég 30 nap, de ezt mondta. És az történt, hogy nem tudom, vagy aznap éjszaka, vagy egy-két nap múlva, de így becsüklődött a derekam, és elmentem orvoshoz, és hát pontosan 30 napra írt ki az orvos, és hát milyen humora van az Úrnak. Hát a derekamnak addigra már szinte semmi baja nem volt, és csak az orvos kellett, hogy lássa. És hát 30 nap alatt megszületett a könyv, és mondom az Úrnak, hogy Uram, hogy kell, mit csináljak vele? Hogy kell kiadni egy könyvet? És akkor néztem az interneten, hogy mi kell hozzá. És azt láttam, az interneten több százezer forint kell hozzá. És hát megint megyek az Úrhoz, hogy nekem nincs több százezer forintom, akkor mire kellett ez a könyv? És olyan hitet adott szívembe, hogy adjam le a nyomdába. És mondjam azt, hogy 500 darab. A nyomdának is volt hite, mert ők azt hitték, hogy van pénzem. Óriási hittük volt, 500 darab, még örültek és törzsötték a markukat. Nagyon sok pénz volt, de komolyan. És csinálták, dolgoztak rajta, nagyon lelkiismeretesen, komolyan. És mire, és megmondtam az Úrnak, és képzeljétek el, hogy kaptam rá egy igét, hogy emberek fognak jönni, és a lábaid elé teszik az ajándékaikat. És volt olyan, hogy a postaládában eurókat találtam, meg ilyenek. De a lényeg az volt, hogy mire oda kellett tenni, nem tudom, 500 000 forintot, hogy mennyit. Csak 200 forintos, akkor még volt a papír 200 forintos, meg 500-as, meg ez. És akkor ilyen kötegpénzt oda tettem az asztalra, pont a határidőre, mire elkészültek. Úgyhogy az ő hitük is kifizetődött, meg én is egy újabb csodát élhettem át. De az igazi csoda még ezután következett a számomra, mert ez is óriási dolog volt, de hogy eljutott emberekhez ez a könyv, az első könyvem, ami így visszanézve, hogy azóta a 6 könyvet írtam, és így visszanézek, hogy ez milyen béna lett az első, tehát nem lett tökéletes. A többihez, amiket utána írtam, és ránézem borítókra, minden, azt mondta, hogy tényleg ez nagyon gáz, de volt olyan, hogy postán megkapta valaki, kivette a postaládából, épp hogy kinyitotta és elkezdett sírni, mert annyira megérintette rajta keresztül a Szent Szellem. Volt olyan, hogy valakinek az egész a rokonságát megváltoztatta ezen a könyvön keresztül. Egy valaki végigolvasta, egész éjjel olvasta,
közben átjárt a Szent Szellem, és odaadta a családtagjainak, akik nem is voltak hívők, meg minden. Igazából egyszerűen csak a bizonságaimat írtam le benne. És megváltozott aztán az egész család. Egymás után bemerítkeztek, megtértek, és nem volt tökéletes. Ennek az a lényege, hogy bármit helyezett Isten a szívedre, és amíg nem csinálod, nem baj, ha nem tökéletes. Nem is kell annak lennie. Azt a tökéletlen első könyvemet Isten tudta használni sok embernek a megtérésében, és abban, hogy megújjon az életük. A te bármidet, amit csinálsz, vén a rajzodat, festményedet, akármit, fogja tudni használni. Volt olyan is egyszer, hogy én is imádkoztam az Úrhoz, ahogy Niki is tette, hogy nekem is szükségem lett volna Isten segítségére, Uram, mondom, pénz kell, de gyorsan, akkor mi legyen. És megjelent előttem egy szem. És mondta az Úr, hogy fessek meg egy szemet. Na jó, mondom, de az, amit így láttam, az nagyon jó, de én meg nagyon nem tudok festeni. És a következő reagálás erre, hogy ott van a vadásod a festőállvány, és a múltkor vettél ecseteket, csak azért, mert megtetszettek, és akkor hogy álljak neki. És hát megfestettem azt a szemet, hát szerintem sokkal szebbeket is láttatok már, mintha azt megnéznétek, de a lényeg az, hogy belevágtam, csak azt csináltam, amit az Úr kért, mint az a könyve is, és hát nem tudom, nem lett tökéletes finoman szólva, de a lényeg az, hogy az volt bennem, hogy tegyem ki a Facebookra, hogyha valaki támogatni akarja a munkánkat, és tetszik neki ez a kép, akkor ezzel megteheti, hogy ezt megvásárolja. És rám ír egy hölgy, hogy napok óta egy szem van előtte, egy szemet lát, és az van a szívében, hogy valaki szeretne támogatni anyagilag. És amikor ezt meglátta, akkor mondta, hogy ez neki szól, és ő szeretne minket anyagilag segíteni a missziónkat. Szóval ez megint csak egy olyan dolog, ami nem lett tökéletes, de az Isten megáldotta. Tehát itt az a lényeg, és nagyon-nagyon fontos. Biztos nem véletlen ezt az üzenetet helyezte Isten a szívemre, mert nagyon sokféle dolgot mondhatnék, meg mondhatunk volna itt a tesókkal. De ha bárki van itt, tehát csak egyetlen egy személy, akinek van a szívén valami, amit nem mer elkezdeni, tudd meg, hogy a bénát is meg tudja áldani az Isten. Az ügyetlenkedésedet is meg tudja áldani, és azon keresztül is embereket tud elhívni, megújítani családokat, egész családokat, gyülekezeteket. Házi csoportokba adták egymásnak kézről kézre a könyvet. Ezt, ami több béna lett szerintem. Tele volt ráadásul hibákkal is, ilyen helyesírási hibákkal, meg minden. Jó, nem miattam, na. Én leadtam javítani, de hibákkal jött vissza, na mindegy. Szóval, kezd el. Kezdem, mert Isten arra vár, és ezt üzeni ma, és azért szól ez az üzenet, hogy kezd el azt a dolgot, legyél bátor, állj fel, indulj el, és csináld. És nincs kifogás. Nem az a lényeg, hogy tökéletes lesz-e, hanem az a lényeg, hogy felállsz-e, és csinálod-e. Nem az a lényeg, hogy neked tetszik-e, az a lényeg, hogy az Istennek tetszik az, ami benned van, ami a szívedben van. Az a lényeg. Hogy ő látja a szívedet, hogy miért csinálod. Nem azért írtam a könyvet, hogy én nagyobb legyek. Nem azért csináltam azt a képet, hogy valaki festőművésznek hívjon. Hanem egyszerűen csak az a fontos, ami a szívedben van. Azért csinálom, mert engedelmes akarok lenni. És ezt a bénát megáldod, Uram, akkor én örülök neki. Lehet, hogy lesz, aki kinevet, nem az számít. Az számít, hogy te mit szólsz, mert te vagy a legfontosabb, mert te vagy a legnagyobb, mert eddig is te vezettél csodákon keresztül. Eddig is te tartottál meg. Ez a legfontosabb. És azóta, ahogy mondtam is, Isten már többször megkért különböző könyveket, hogy írjak meg, és a vége mindig óriási csoda lett. Tehát ugyanúgy anyagilag is, meg ugyanúgy, hogy az embereket megérintette. Mert használja, hogyha csinálsz valamit. De tudod mit? Ha nem csinálsz semmit, mert tétovázó vagy, mert bátortalan vagy, mert azt mondod, hogy nem lesz túl jó, akkor azt nem tudja megáldani. A bénázást meg tudja áldani, ha szívedből jön. Tudjátok, biztos láttatok már a kisgyereket, olyan cukik voltak ezek a kis lányok is, hogy itt táncoltak. Láttatok már a kisgyereket, mikor valamit így próbál csinálni, igaz? És próbálsz neki megtanítani, mondjuk, hogy álljon fel. És akkor úgy ügyetlenkedik és visszatottyan. Akkor megint, de azért örülsz neki, nem? Az olyan cuki. Tehát maga az, hogy próbálkozik. És ezt akarja Isten látni. Csak ezt. Csak hogy próbálkozol, hogy akarod, csak azért, mert ő mondja, mert ő kéri.
És elindulsz, és meglátod, hogy nem marad válasz nélkül a próbálkozásod. Nem marad válasz nélkül. De azért is fontos ez, és szerintem azért is adta Isten ezt az üzenetet, mert hogy az utolsó napokat éljük, és ez nem kérdés. Ezt ti is jól tudjátok. És ilyenkor még fontosabb, még inkább előtérbe kerül, hogy vigyük az Isten fényét. Vigyük úgy, ahogy tudjuk. Ha az egy kép, ha az egy zene, ha az egy bármi, ha az egy bizonyság, ha ez egy sütemény, amit a szomszédnak átviszel, csak csináljad. Vinned kell a fényt. Vinned kell, mert a napok gonoszak, mert már nem sok idő van, egyre kevesebb. És Isten meg fogja áldani azt a keveset, és aki a kevésen hű, az sokra bízza Isten. Elkezdtem én is egy könyvvel, és hála az Úrnak, hogy ma több ezer embert tudok megszólítani azokkal az üzenetekkel, amiket a szívemre helyez az Isten. Csak azért, nem azért, mert bárki is lennék. Én ugyanaz az egyszerű parasztgyerek vagyok, hanem azért, mert a keveset megáldott az Isten. Ennyi. És téged is megfog. Csak kezd el. Kezd el itt a gyülekezetbe, menj oda a pásztorhoz, hogy te mi van a szíveden, mit szeretnél csinálni. Imádkozz érte, kérj te is nyitott ajtókat, kérj te is jeleket Istentől, hogy tőle van-e. És tudom, hogy akkor itt a városban így fények fognak terjedni. És nem csak a városba, hidd el, nem csak a városba. Tehát ahogy a könyveimből lett ugye elektronikus könyv is, az ország határokon is átment az az üzenet. E-könyvként, Amerikában, Németországban, bárhonnan. Tehát csak kezd el, és hogyha az Istennel mész, meglátod, hogy azért is fog sokra bízni, mert olyan az Isten, mint egy jó főnök, aki többre bízza azt az embert, aki hűséges a kevésen. Ugye? Voltatok ti is munkahelyen, vagy tudjátok, hogy milyen az. Van egy főnök, kit bízza többre? Aki látja azt, hogy az a pici hűséges.